Magyarország szociális ellátórendszere veszélybe kerülhet, a befogadó táborok infrastruktúrája nem elég fejlett annak a mennyiségű illegális migránsnak az ellátására, akik az utóbbi hónapokban beáramlottak az országba, mondta el Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke. 2012-ben 2200, 2013-ban 18900, 2014-ben 42500, és ez idáig több mint 53000 illegális határátlépőt regisztráltak a magyar hatóságok. A tavaly 42500 bevándorlóból mindössze 800-an jogosultak menedékjogra. Luxemburg, Svájc, Németország hatóságai megerősítették, hogy 14000 illegális bevándorló charterjáratokon küldenek vissza, Magyarországnak pedig fogadnia kell őket. A szerb kormánnyal jelenleg egy olyan szerződésünk van, miszerint a szerb hatóságok a Szerbiából illegálisan Magyarországra jövők közül napi 30-at tudnak visszavenni. Ehhez képest napi 500 érkezik. Ki lehet számolni, hogy ebben az ütemben, hogyha holnaptól senki nem lépni át illegálisan Magyarország határát Szerbiából, akkor is egy erős 12-14 évbe kerülne, még mindenkit vissza tudunk Szerbiába adni. Az ellátási költség is megterheli a magyar állam költségvetését, hangsúlyozta a Fidesz alelnöke. Migránsonként 4300 forintba, azaz körülbelül 1800 dinárba kerül naponta, ez ebben az évben 1,5 milliárd forint. A rendőrségi költségekkel együtt ez már meghaladja a 4 milliárd forintot. Élve az európai szabályozás adta keretekkel, ki kell mondanunk, hogy melyek azok a biztonságos harmadik országok, ahonnan érkező illegális határátlépőket oda-vissza lehet küldeni, hiszen ezekbe az országokba a visszatoloncolás, a visszaküldés az nem jelent ezen emberek számára fenyegetést, hiszen a biztonságos harmadik országban az illegális határátlépőket nem fenyegeti veszély. Nem fenyegeti az életüket, a biztonságokat veszély. Az más kérdés, hogy egy hatósági eljárásnak vannak kitéve, ami viszont természetes, hiszen minden államnak joga és kötelessége meghatározni, hogy milyen szabályok azok, aminek eleget kell tenni ahhoz, hogy abba az országba egy ember beléphessen. A magyar parlament nyári szünet előtt várhatóan július 7-e körül beszeretnék vezetni, hogy csak olyan országokból fogadnak menekülteket, amely nem biztonságos. Így például a Szerbián keresztül érkezőket is visszafordítják majd.